Hello! Na, szavaztok? Ja. Elérkezett egy újabb meló. Illetve egy kis tesztelést akarunk végrehajtani, mégpedig len. Ugye a Husqvarna gépeinken ezt a T45-ös naműfejt használjuk, és van vele egy olyan probléma, hogy amikor ilyen buckás, ilyen vakontúrásos terepen vágunk vele, meg nem ilyen egyenletes terep, ugye, hanem ilyen dimbes-dombos. Elég sűrűn előfordul az, hogy véletlenül is ugye maga a koppintó az hozzáér a földhöz, és akkor a damilt azt akarva akaratlanul, ha mi nem akarjuk, akkor is mindig kiengedi. És úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk a Steelnek ezt az újfajta AutoCAD 46-2-es fejet. És megnézzük vele, hogy muzsikál a mi gépünkön. Kipróbáljuk, hogy milyen. Erre azt mondták erre a fejre, hogy ez annyira olyan könnyen nem koppint, mint ahogy a Husqvarna damil fej. Hát igen, erősebb is a rugója, meg más a fejnek azért is be lehet nyomni az egy kicsit alakítása. Hát igen, ez azért jobban van. Annyit kellett csinálni, ugye, hogy egy ilyen anyát azt ki kellett cserélni, mert a Steelnek ugye más a menetemelkedése. Azt egy ilyen maszek fejből vettem ki, aminek stimmelt a mi menetemelkedésünk, tehát erre jó lesz. Ja. Úgyhogy akkor ezt rátesszük, első körben majd erre tesszük rá majd a... Na, hát nem rossz, sőt, mondhatom azt, hogy jó. Nagyon jó, mert tényleg nem nyomja ki fel a damit, hogyha rámegyek egy ilyen buckára, vagy hogyha... Tényleg? Aha, úgyhogy egész jónak tűnik a dolog. No, akkor
végeztünk a tereppel, már ideje volt. Ugye ez az a vagontúrásos francos terület, ez kikészíti az embert idegileg. Úgyhogy azt kell mondja, hogy erre a területre, ami ilyen vakontúrásos, ugye? Ezek a vakontúrások, meg ezek a buckák. Ezekre a huszkvárna damilfej nem igazán jó, mert magától folyamatosan koppint. Egyébként igen. Látni, hogy így be lehet nyomni hüvelykújjal. Hát könnyen. Meg ez olyan kialakítás, hogy mindig koppint. És akkor fogy a damil, ha kell, hanem. Ez pedig len, milyen volt ez? Stíl. Most benne maradt. Nyilatkozzál róla, milyen volt ez a damilfej. Most az egyik az beszakadt, igen. Vagy szerintem igen. Már lehet, hogy kifagyott, nem tudom. De nekem milyen volt ez? Milyen volt ez a damilfej? Jó, de ez. Ezen a terepen. Itt egyszer vágtam. Mondom, mi élet ennyire rezgős. Ja, mert mondom, ott kilóg az egyik damil, a másik meg nem. Na jó, de melyik jobb? Melyik a jobb? A stíl? Vagy a 20 fan a damilfej, te szerinted? Itt jelenleg ezen a terepen a stíl. Igen? Hogy érdemes szerezni egy másikat. Hát majd meglássuk. Majd én is azért még többször is majd még tesztelem, meg minden. És akkor majd kiderül, meglássuk, hogy mi a helyzet. Nekem is bejön tulajdonképpen. Ez se rossz, de tényleg ezen a terepen, ami ilyen buckás, meg ilyen lakontúrásos, az arra a terepre szerintem jobb ez. Huszalókat nem hoztad fel? De, nem vannak. Felhúzzuk, lepuszoljuk a gépet, aztán... Ja, még itt átmegyünk a Üdi nénihez, jó? Jó. Ott is van mondta egy darab, azt is levágjuk. Na, akkor köszönjünk el. Jó, akkor az Üdi nénihez majd én levágom. Ez volt a izé, leteszteltük a autókút 45, vagy 46 2-es damilfejet. És kérdéppel is. Igen. Akkor köszönjünk el. Jó. Jövök én is. Na, sziasztok! Hello, sziasztok!